Sok szeretettel köszöntök mindenkit! A feminizmus 2016 című előadásomon. Mondják, hogy jó egy viccel indítani, hogy lazuljon a nép. Tudják, hogy miért nincs szőke pasis vicc? Mert az nem az. Először is szögezzük le, hogy nekem szőrös mind a két hónomalja, mind a két lábam. Buzítom a nőtársakat, hogy önök is növesszék meg, ugyanis nyáron hűt, télen pedig agyon csapjuk vele a hím sovinizmust. Férfiaknak mondjunk vezényszavakat, de fél óránként csak egyet, mert többet nem képesek befogadni. Ugyanis, mint tudjuk, monóban működik az agyuk. Sorrendben sör, foci, mellek. Ezek után ne csodálkozzunk, hogy rossz helyre teszik a szekrényt. Nőgyógyászatra követeljük, hogy több nőt vegyenek föl nőorvost, nehogy már a hereferik döntsenek a születés szabályozás fölött. Azonnali hatállyal betiltom az asszony nevek használatát. Elsőként a Herényi Fütyman és Ondocsekek változtassanak. Követelem, hogy a PUN háborút nevezzük el PÁCS háborúnak. Ugyanis, mint köztudott, minden háborút a PÁCSok hívtak életre. Itt jegyzem meg, hogy Mátyás királynő volt. Azonnali hatállyal követeljük petícióban, majd utána az aláírásokért kint leszek, lehet jönni aláírni, hölgytársak, a Kossuth, Petőfi és Bartók rádió nevét azonnali hatállyal változtassuk. Erika Szi, Szűcs Judit, és tévedésből Teri Brekké. Ezennel betintom a fallikus szimbólumok használatát, úgy, mint golyóstól, templomtorony, lehelkürtje. Javallom, hogy ezeket gyúrjuk Renault jellé. Nőtársak, akinek ez az utolsó pont, de nagyon lényeges, akinek van vak komondora, sürgősen cserélje le egy csivavára, abba kisebbet lehet esni. Hát ezzel a kis szlogennel, amit én magam találtam ki,
zárom itt ezt a gyűlést, mondom, utána azért aláírás. Nőnek lenni, jó? Még akkor is, ha rossz. Viszontlátás! Viszontlátás! Köszönöm szépen!